Négy csapat részvételével rendezték a 6. korcsoportos Diákolimpia kosárlabda területi elődöntőjét az Eszi csarnokban. A szolnoki Versegi Ferenc Gimnázium, a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola egyletei mellett a házigazda, a paksi Vakbottyán Gimnázium gárdája versengett egymással a továbbjutást érő első helyért. Ott jártunkkor a VBG a Vasas együttesére épülő budapesti társaság ellen melegített. Tavaly ezüstérmet szereztünk, azt tudni kell, hogy ugye ez egyel kisebb korosztályban volt, tehát mi most itt fiataloknak számítunk, jövőre is még ugyanez lesz a csapatunk. Ez a csapat nagy részét a Vasas alkotja, tehát a Vasas játékosaira épül a csapat, de azért vannak máshol játszó gyerekek is, úgyhogy azért hagyj említsem meg, hogy van itt a Kaszásokból is gyermekem. Ezen kívül van olyan gyerek is, aki már nem kosarazik, de nagyon szereti a sportágat, és azért nagyon lelkes, és jön a meccsekre, és támogatja a játékával a csapatot. Én is úgy tudom, hogy ez egy nagyon szoros meccs lesz, és gyakorlatilag, vagy kemény meccs lesz, és valószínű, hogy itt fog eldőlni a továbbjutás kérdése. A kisdöntőnek is beillő mérkőzésen végül a várakozásoknak megfelelően nagy csatában 91-82-re a paksi legények diadalmaskodtak, így az első helyét játszhattak a szolnoki középiskolával. A fináléban a nagy tanítványok könnyedén múlták felül riválisukat, így egyenes ágon jutottak a szolnoki országos döntőbe. A területi elődöntő harmadik helyén a fővárosiak végeztek, míg negyedikként a székesfehérváriak zártak.